Én is sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Az előadásomban szeretném az interaktivitás oldaláról a kollaborációs folyamatok támogatását bemutatni és szemléltetni. Rögtön az elején egy olyan dologgal kezdenénk, hogy picit utazunk vissza az időben, ugyanis a kollaborációról, a kollaboráció fontosságáról gyakorlatilag már 2012-ben beszéltünk. 2012-ben volt gyakorlatilag Siófokon az a konferencia, az az IT Business Technology konferencia, amelyen mi először részt vettünk, és akkor azt mondtuk, hogy a kollaboráció az a következő évek meghatározó fontosságú folyamata lesz a vállalatok, illetve a kormányzati és államigazgatási ügyfelek szempontjából. Előbányáztam az akkori prezentációmból kettő szlájdot. Az első az a kommunikáció evolúcióját fogja bemutatni. Akik hosszabb ideje vesznek részt ezeken a rendezvényeken, ők már bizonyára ismerik ennek az oldalnak a tartalmát. Nagyon röviden, ugye az első dimenziója a kommunikációnak az a hangkommunikáció volt. Itt volt gyakorlatilag, amikor a VoIP megjelent, mint technológia. Internet alapon kezdtünk el egymással telefonálgatni. Nagyjából a 2000-es évek elején járunk egyébként, hogyha időben be kéne határolni a technológiának a megjelenését. Ezt követően pár év múlva megjelent ugye maga a videó, ezt hívhatjuk Skype korszaknak is, 2004-ben vagyunk nagyjából, amikor is a hang mellett megjelent a videó, mint kommunikációs csatorna. Egy hatalmas felhasználó élményt eredményezett, ez alatt a nagyjából pár év alatt, amiután eljutottunk idáig. Majd a következő stációja ennek az evolúciónak maga a tartalommegosztás volt. Akik emlékeznek rá, ekkor jelent meg például a Cisco Webex platform, amikor is már lehetőségünk volt arra, hogy tartalmat osztottunk meg egymással. A másik oldal látta azt, hogy mi történik, egy prezentációt, egy költségtervezést. Gyakorlatilag 2005-2006-ban járunk nagyjából időben, és azt látjuk, hogy ez a fajta nagyon gyors evolúciós fejlődés, ez ezen a szinten körülbelül megállt. Egész eddig a vonalig mondhatjuk azt, hogy passzív kommunikációról beszélünk. A passzív kommunikációban gyakorlatilag ez a három dimenzió már elérhető volt, és akkor nekünk az volt a víziónk, hogy a negyedik dimenzió, az interaktivitás fogja tudni elhozni azt a fajta következő generációváltást vagy evolúciós váltást, ami segíthet abban, hogy hatékonyabban tudjunk majd kommunikálni egymással, és akkor még nem feltétlenül a távoli csapatok összekapcsolása volt a fontos, hanem lokálisan egy adott tárgyalóban, egy adott tréningteremben hogyan tudunk hatékonyan dolgozni. Aztán ugye 2020-ban a pandémia idejében ez azért eléggé megváltozott és felértékelődött. Szintén van még egy szlájdom a 8 évvel ezelőtti prezentációból, hogy mi is az a kollaboráció. Nagyon sokan még mindig összekeverik a kollaborációt a kommunikációval. Hogyha nagyon röviden szeretnénk leegyszerűsíteni, akkor én azt szoktam mondani, hogy azt a kommunikációs folyamatot, aminek a végén valami produktum keletkezik, tehát valami kézzel fogható tartalom jön létre, például egy ötletelésnél a flipchart táblán lévő információk, vagy egy projekt megbeszélésen a különféle digitális forrásanyagok, vagy akár egy prezentációban a hozzáadott jegyzetek is mind produktumként értelmezhetők. Ebben az esetben beszélünk kollaborációról, és a kollaborációnak jól elkülöníthető formái vannak, hogyha megnézzünk, hogy milyenek a folyamatok egy vállalat életében. A kötetlen informális kollaborációs folyamat az a klasszikus ötletelés brainstormingos jellegű történet, amikor is kötetlenül egymással beszélgetünk, koncepciót alkotunk, rajzolgatunk, módosítjuk a koncepciónkat, az ötleteinket, hozzáadunk, elveszünk, tehát egy kötetlenebb formában történő együttműködésről beszélünk. Ennek a másik oldala az irányított formális kollaboráció, egy olyan prezentáció, amikor leülünk, valaki frontálisan elkezd előadást tartani, a többiek nem szólnak közbe, nem kérdeznek, végighallgatják ezt a bemutatót, majd utána esetlegesen átbeszélik a tapasztalatokat. És a kettő között van egy részben irányított kollaborációs folyamat, amit nagyjából egy projekt megbeszélésként írhatunk le. Ez a három jól elkülöníthető terület van, amit kollaborációnak hívunk, megint csak ugye, mint lokális lehetőség, és ezeknek a kiterjesztése mind
elérhető, hogy közvetlenül irányítottan vagy részben irányítottan, de távolról tudjunk előjönni. Hangsúlyozom, 2012-ben vagyunk, amikor még az online platformoknak a jelentősége nagyon-nagyon csekély volt. És akkor menjünk tovább, és nézzük meg egy pillanatra, hogy egészen a Covid ideig hogyan alakultak a kollaborációs terek. Nagyon sokan felismerték a kollaborációnak az előnyét az elmúlt években. Az új iroda kialakításoknál már figyeltek arra, hogy minden igényt, minden szempontot lehessen kielégíteni. Tehát alapvetően az egybenyitott terű irodáknak a kialakítása fontos volt, de már például a teremfoglalási jelzőrendszerek fölkerültek a tárgyalóknak a falai, hogy a termeknek a kihasználtságát is jól lehessen menedzselni, jól lehessen használni. Tehát megjelentek ezek a technológiák a kollaboráció támogatására, és aztán ugye február-március környéke lett, amikor is egy csettintésre megváltozott minden, és nagyjából 5-10 évnyi fejlesztést kellett egy-két hét alatt lemenedzselni, és a kollaborációs értelemszerűen terek egyik pillanatra a másikra átalakultak. És azt mondjuk, hogy a kollaborációs tér innentől fogva gyakorlatilag az otthonunk volt, ahol az otthonunk egyszerre volt iroda, egyszerre volt óvoda, egyszerre volt iskola, meg külön óra, meg még akkor a párunknak is a munkahelye. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz volt lemenedzselni azután, hogyha egyébként egy szervezet fel volt készülve arra, hogy otthonról tudjanak dolgozni a munkavállalói. És akkor különféle trükkök, különféle módszereket próbáltak meg ugye megvalósítani. Például ez a kedvenc képem, amikor egy flipchart táblát odarakunk a laptop elé, és akkor a laptopnak a kamerájával próbáljuk meg ezeket a folyamatokat lemenedzselni, hogy akkor hogyan és miként és mettől meddig lehessen ezt lemenedzselni. Hogyha magáról a járványhelyzet nyerteseiről szeretnénk beszélni, akkor alapvetően ez a három platform az, ami a legnagyobbat ment az elmúlt időszakban. A felmérés az picit a saját felmérésünk, nem nevezném reprezentatívnak, de a saját felmérésünk és a saját ügyfeleinknek a használt platformjai, illetőleg annyi, hogy ez a rész, ez alapvetően kisvállalati környezetben vagy KKV környezetben mért helyzetet ábrázolja. Alapvetően a Teams az minden tekintetben az első pozícióban van. A Zoom, mint platform gyakorlatilag a második helyen áll, és a harmadik pozícióban van a Cisco Webex. Akkor, hogyha ezt nagyvállalati környezetre átfordítjuk, akkor alapvetően a Webex és a Zoom helyet cserélnek egymással. Ugye alapvetően a Zoomnak voltak különféle biztonsági kockázatai, főleg az első időszakban, és nagyvállalati környezetben alapvetően ezt nem használták és nem választották, tehát ott a Teams, Webex és a Zoom, amit a tapasztalatunk ebből a szempontból. És ezek a platformok alapvetően tényleg nagyon gyorsan sikeresek tudtak lenni, hiszen azt a fajta kommunikációt, amit egy megbeszélésen, egy tárgyaláson kell megvalósítani, azt laptop-laptop között, vagy laptop-mobileszköz között nagyon jól le lehetett menedzselni. Viszont voltak olyan folyamatok, ahol nagyon sokan azt érezték, hogy valami hiányzik. Egyszerűen vannak olyan, és ezek tipikusan azok a kollaborációs folyamatok voltak, ahol önmagában csak egy tartalom megosztás, az kevés volt, hiszen egy olyan projektfeladatnak a megtervezését, ahol folyamatábrákkal beszélgetünk, vagy ha csak a különféle lean-es módszereket, agilis módszertant veszük figyelembe, azt nem nagyon lehet otthonról, számítógépről lemenedzselni. Úgyhogy a következőkben erre a valami hiányzikra hoztam három olyan gyakorlati példát, ami egyértelműen az elmúlt időszakban a felhasználóinknak nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezeket a projekteket sikeresen le lehet sem menedzselni, és akkor itt gyakorlatilag az élő stream, az kapcsoljuk át így a fejünkben, hogy ez mondjuk valamelyik platform, az előbb bemutatott három platformok, egy tartalom megosztás funkcióját használjuk, és akkor a túloldalon a konferencia résztvevők ugyanúgy részesei tudnak mondjuk lenni ennek a kollaborációs folyamatnak, amikor azt mondjuk, hogy a projektről beszélgetünk, és státuszokat beszélünk, hogy melyik projekt milyen állapotban van, akkor ugye a hagyományos notebookos, flipchartos posztites, fehér táblás módszerrel ezt kevésbé lehetett hatékonyan lemenedzselni, viszont egy interaktív rendszerrel, ahol az interaktivitás tudja támogatni a kollaborációt, ott meg tudjuk beszélni, hogy melyik projekt hova tartozik, ezt inkább tegyük vissza, ez legyen inkább akkor a tervezési fázisban, de Isten igazából a négyes, ha belegondolok, akkor már elkészült. És ugye azok a platformok, amelyekről beszélünk, azok tartalmaznak olyan funkciókat és lehetőségeket, hogy az irányítás megosztásával és átadásával a távoli részvevők
egérrel vagy érintőképernyős eszközzel. Ezekben visszafele tudnak nyúlni, és én azt mondtam, hogy a négyes projektünk az elkészült státuszban van, de lehet, hogy az éppen projektnek az aktuális gazdája azt mondja, hogy inkább ezt tegyük vissza egy pillanatra a tesztelésre, mert előfordult valami olyan probléma, amit újból elő kell venni. Ezek nagyon-nagyon nagy mértékben tudtak hozzájárulni ezekhez a sikeres projektekhez. De ha csak azt mondjuk, hogy nézzünk egy költségtervezést. Ezek általában attól függ, hogy milyen szinten dolgozunk, nagyvállalati környezetben ezek nem biztos, hogy Excelben készülnek, sőt, nagy valószínűséggel nem Excelben készülnek, de én most egy Excel példát hoztam, amikor azt tudjuk mondani, hogy ez egy sima Excel dokumentum, amiben tudunk ablakokat mozgatni, tehát sima számítógépes környezet. Elindítom azt a modult, ami támogatni tud ebben, már fut is akkor. Itt van, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy itt van számunkra ez a költségtervezés, és azt mondták nekünk, hogy az informatikai beruházásokra 350 egységet fogunk a következő évben kapni vagy betervezni. Viszont mi tudjuk azt, hogy ez biztos, hogy nem lesz elegendő, ezért picit saját magunk önhatalmilag megnöveljük ezt a keretösszeget, mondjuk 49.843 egységre, csak hogy nagyobb legyen a mozgásterünk, akkor megvan arra a lehetőség, hogy amit én szabad kézzel felírtam, az gyakorlatilag kézírás felismerésként beszúrja magába az Excel dokumentumba, és ilyenkor a teljes diagram minden utána változik. Tehát megvan ez a lehetőség, hogy tudok dinamikusan dolgozni, és ugyanúgy a másik oldal ezt ugyanúgy fogja tudni használni és dolgozni ezekben a dokumentumokban. Utolsó példám, amelyek egyébként mind ügyféloldali példa, tehát nem én találtam ki, hanem az ügyfeleinket megkérdeztem, hogy ők hogyan hidalták el ezeket a folyamatokat. Nagyon sokan egyébként a tréningek, a távoli tréningeknek a támogatását emelték ki. Amikor is egy sima standard PowerPoint prezentációt készít valaki, ezt a tartalmat gyakorlatilag elindítjuk. Viszont akkor, amikor egy PPT-ben tartalmat osztunk meg, akkor maximum hogy az egérrel tudunk különféle akciókat végezni. Míg az interaktivitásnál ki tudjuk használni azokat az annotációs lehetőségeket, amelyek elérhetők a PowerPoint-ban a prezentációs szinten, és azt mondjuk, hogy ide figyeljünk, mert ez egy fontos dolog. Sokkal vizuálisabb, sokkal látványosabb, amikor a tartalomképet ilyentén egészítjük ki. Továbbra is igaz, hogy a másik oldal ebben az esetben mindig vissza tud jegyzetelni, és a saját gondolatait be tudja szúrni, vagy akár az ad abszurdum le, és tudja törölni ezeket a jegyzeteket, hogyha csak széljegyzet volt, vagy mégsem így szeret. Volna. Jó, ez csak egy pár példa arra, értem szerint a sort nagyon sokáig lehetne folytatni, iparági területi szoftverekkel, pénzügyi területen értem szerint a pénzügyi szoftverekkel, építőipari, gépipari területen a 3D-s tervező szoftverekkel, mind-mind egy ilyen interaktív megoldás, az interaktivitás együtt tud működni. És akkor a fennmaradó időben nagyon röviden azt szeretném még összefoglalni, hogy mik azok a fejlesztések, amit kifejezetten a COVID generált nálunk. Nagyon sok visszajelzést kaptunk az ügyfelektől, hogy az interaktivitás nagyon jó, ténylegesen nagy mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy jól lássunk mindent, viszont a figyelemnek a fókuszálása az egy nagyon-nagyon nehéz feladat, bármilyen online rendezvénnyel dolgozunk, legyen az egy webinárium, vagy legyen az egy online konferencia, sokkal-sokkal nehezebb, mint hogyha élőben menedzselnénk le ezeket, és ezért hoztuk létre a reflektorablak funkciót, ami kifejezetten a tartalom megosztásnak egy nagyon-nagyon fontos lehetősége, mert azt mondjuk, hogy felraktam ide direkt egy olyan infografikát, amin aztán millió információ van, a tartalom megosztásán is lehet látni, hogy nagyon-nagyon sok az info, és hogyha azt mondjuk, hogy most beszéljünk arról, ami itt van fenn, arra, amire én rámutatok, azt az online résztvevők ugye nem fogják látni. Viszont, ha elindítom ezt a reflektor lehetőséget, az automatikusan le fogja sötétíteni a képernyőt, és én tudom meghatározni, hogy kedves résztvevők, akkor most ide nézzünk, ide figyeljünk, mert erről a részről fogunk beszélni. Akkor, amikor átmegyek az alsó részre, akkor átmegyek az alsó részre, és ugye az is fontos, hogy ez a rendszer alapvetően képes magának a jegyzeteknek a kezelésére, tehát a lesötétített részen belül én ugyanúgy tudok kiemelni információkat elhelyezni. Ez például nem sokára elérhető lesz a következő szoftver frissítésben, amivel tudjuk a figyelmet ezáltal fókuszálni.
Mellette ugye ez a home office-os dolog elég gyorsan olyan készlethiányokba robbant nagyjából egy április-március környékén, amikor is például a konferencia webkamera piac, amik ugye USB-sen csatlakozhatók a számítógéphez, 273%-os növekedés produkált, amit egy darabig a készletek ki tudtak szolgálni, de onnantól fogva egyrészt a gyártás is leállt nagyjából 2 hónapra, masszív készlethiány alakult ki ezekből az otthoni home office-os, nevezzük úgy, hogy konferenciát támogató rendszerekből, úgyhogy elkezdtünk ilyen megoldásokat fejleszteni, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a konferencia kameránk, az USB-s interfészes konferencia kameránk, ami egy Full HD felbontású 80 fokos látószögű eszköz, ez már elérhető, ez már gyakorlatilag itt van, és a megoldásokban már ilyen szállítunk, illetőleg ez ettől párhuzamosan és ettől függetlenül is beszerezhető, illetőleg ami prototípus szinten van kész jelen pillanatban, az asztali vezeték nélküli mikrofon megoldásunk, amiben 6 mikrofon kapszula van, 360 fokba képes venni, le lehet tenni az asztalra, és egy kisebb helyiség konferencia igényét ki tudja szolgálni. Ami az ő szempontjából egy újdonság lesz, az az, hogy ezeknek az eszközöknek ugye akkumulátora van, ezt tölteni kell folyamatosan, hogy folyamatos használatot biztosítson, és általában ez a legnagyobb fájdalompont, hogy mindig akkor vesszük észre, hogy lemerült egy ilyen eszköz, amikor a következő megbeszélésünk kezdődne. Ez a rendszer alapvetően már rendelkezni fog egy vezeték nélküli töltési funkcióval. Az asztalon lesz egy olyan töltőállomás, amire, hogyha lehelyezzük magát ezt a mikrofont, akkor automatikusan tölteni fog, és várhatóan akkor nem fog ilyen jellegű problémákat, anomáliákat okozni. Illetőleg a háttérben további fejlesztéseket is eszközöltünk, és gyakorlatilag, bár nagyon az irodákban a termetnek a foglalását kevésbé kellett most menedzselni, mivel mindenki otthonról dolgozott, de alapvetően elkészítettük a teremfoglalási ökoszisztémáknak a következő generációját. Ez lesz a 301-es modell. Gyakorlatilag egy a képernyő kijelzőjén körbe világító vagy végfutó LED megoldással fogjuk ugye jelezni azt, hogy szabad státusz, foglalt státusz, éjszakai üzemmód, kora hajnali vagy kora reggeli üzemmód. Ez is nagyjából úgy, ahogy a vezeték nélküli asztali mikrofon, ez is következő év első negyed év végén, második negyed év elején fog elérhetővé válni, és az ökoszisztéma részeként nagyon sok minden egyéb lehetőség elérhető lesz majd a rendszerben. És Isten igazából én ennyit szerettem volna röviden összefoglalni. Bízom benne, hogy így az online térben is átment az információ, amit szerettünk volna közvetíteni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.